Nos, hát üdvözöllek benneteket, Péter vagyok az erdélyi túráktól, azaz a kászonokból, és följöttem egy pár száz méterre a kis vendégházunk fölé, hogy lássátok, milyen gyönyörű panoráma van innen a Tarihegyről. Itt a háttérben most, most középen lehet látni a Répáthegység legmagasabb csúcsait, ami már 1400 méter fölé nyúlnak kicsit arrébb jövök, akkor ez pedig itt a ö, csiki havasok. És itt lehet látni a kis falunkat, és abban a völgyben megyünk tovább, akkor hát innen olyan 7 kilométerre van a nyerges tető, és milyen jó lehet látni ott középen a utat is, ami keresztül megy a falunkon. Hát ez megér egy fotót, nagyon szép látványt nyújt és csak pár száz métert kell jönnötök a házunktól, hogy a vendégházunktól, hogy már ilyen panorámába legyen részed. Hát ugye sokan elmennek falvakba, városokba, és nem, nem élvezhetik minden nap ezt a, ezeket a természeti csodákat, ami, ami itt is van nálunk. Ez a panoráma már a Tari hegyről is fenséges. Mint látjátok, most kezdenek itt is virágozni a fák. Egy picit hátrébb vagyunk, mint Magyarországon, és most ott lehet látni a káposztás havast, ami felhőbe van. Az ugye a Répát legmagasabb része. És hát nézzétek meg itt ezt a rengeteg tavaszi kankalint, itt nálunk mindig-mindig virágzik valami mindjárt egy picikét arrébb megyek, hát tényleg az egész. Na, nem közelít rá, rá közelít. Hát itt az egész mező teli van ezzel a gyönyörű kis sárga virággal. Nézzétek, milyen jól mutatott a templomtól, igaz? Háttér volt a templomtól, e, jobbra is lehet látni, hogy csak úgy sárgálik. Hát nálunk mindig, mindig valamileg egész, egész nyáron lehet azt mondani. Hát egy kicsit közelebb jöttem, hogy lássátok jobban, ahogy a templom torony előtt, hogy mennyi tavaszi kankalim van. Hát gyönyörű. Hát most a házunktól egy 350 méterre vagyok. Hát vannak jó páran, ugye, akik azért jönnek ide, mert lehet, hogy a, egy faluba lakunk, de a falu szélén, és hát gyönyörű természeti környezet vesz minket körbe. Hát a fák is neki álltak virágzani, virágozni. És innen már megint egy picit másabb a panoráma, mint az előbb, ahol voltam. És ahogy ereszkedek le, egyre szebb és Hát itt is szép a panoráma, rengeteg almafa van, és itt is van sok kankalin. Hát most ennek van itt az ideje, bár főjebb nagyon sok ibolyát is láttam még. Ah, de szép, nézétek. Hát itt lehet látni, hogy az almafák is már bontják a rügyeiket, és nem sokára virágozni fognak. Ez itt ugye jobbra a Tarihegy, tulajdonképpen ez az egész rész hozzá tartozik, csak itt van egy kis völgy, hát nyáron itt rengeteg tehén szokott lelegelni. Le nagyon romantikusnak tartják azok, akik ugye eljönnek ide hozzánk. És megmutatok majd legalább egy szobát is nektek, már pont most mentek el vendégek, de egyet már rendbe raktunk. Nézzétek ott szembe, ott meg föltűnik a kis kápolna, ott van a temető, és milyen szép. És nézzétek, még kosbort is találtam itt a házunk mögött, azt a neki. Hát ez nagyon, csak nagyon picikék, de gyönyörű virág. Ez a orhideákhoz tartozik, ez a faj. Meg lehet ismerni a leveleiről, virágairól, olyan, mint egy orhidea. Hát sajnos sokaknak, akik kijönnek Erdélybe, főleg ilyen buszos utakkal, nem jut más szállás, csak a falu közepe, vagy egy benzinkút melletti panzióféleség. Nincs ez a természeti környezet, ami itt nálunk is megvan. Itt azért van kitaposva ez az út, mert itt most juhok közlekednek nálunk, és nézzétek itt újabb virágokat. Na, ibolyákat találok, látjátok? Hát nálunk most virágzik az ibolya. És ahogy jövök lefele, akkor ott lehet látni megint a kis kápolnát, de föltűnik a csűrünk, meg a házunk teteje is most már. Azért is akácos vendégház, mert uh, itt ezen be a, itt a, Tarihegy oldalába rengeteg akácfa van itt is, nézzétek itt is. Hát az majd egy kicsit később fog virágzani. Később fog virágozni. Van egy-két bükk is közte. És van ez a kis rét itt a házunk mögött. Úgyhogy aki ezt a kis filmet nézi, eljön hozzánk, már fogja ismerni egy picit a környékünket. De hát a, egy, ez a film ez nem tudja visszaadni. És már is itthon is leszek. Hát itt a kerítést megbontottuk, ugye, hogy be tudjuk rakni a dézsát ide az udvarba. Egy szomszédunk van ott, lehet látni a kerítést. Hát és ez a terület is itt a hátunk mögött, ha most jöttem, meg ez is, ez is a miénk, a tiétek, aki ide eljön. És ez itt pedig a csűrünk. Hát itt elkezdtem készíteni egy kis lépcsőt, csak még nem fejeztem be, de majd be lesz idővel. Na nézzünk meg egy szobát is. Ez pedig itt a galériánk a csűrbe, ott is van egy szoba, meg itt is van egy. És nézzétek, milyen szép csillárok vannak. Erre egy vadász mondta erre középe, hogy ez egy millió forintot ér. Na jöjjünk be ebbe a szobába, ahol most ez át, át lett alakítva négy személyessé. Mert ö, voltak nálunk 13en Hát Most ez az ágy nem lesz előkészítve, de látjátok, van cserge is. És innen ki lehet látni a dézsára. Hát majd idén nyáron itt ezt tervezzük, hogy itt az ablak helyett rakunk egy ö, ajtót, és akkor ide is készítünk egy teraszt. És ez itt a legnagyobb ágyunk ez. Kettő-tízszer, hmm, 205-ös vagy 200-as, nem tudom, de jó nagy, az biztos. És itt mögötte található a zuhanyzó. Hogyha zuhanyoztuk, akkor ugye még gyönyörködhettek a panorámába is. <laughs> még egy panoráma, így más szemszögből, látjátok, itt is a gancsból vannak a csillárok, az az én képem, ezt én készítettem, meg lehet lent látni a csűrt, meg a galériát, és ott a lenti szobába is egy picit be lehet látni. Itt pedig ki lehet látni a házra, ott is van egy terasz. Hát lent meg éppen nincs olyan nagy rend, de így fölülről mutatom meg nektek és hát lett most, ugye van ez a nagy asztalunk, ez 12 személy kényelmesen elfér köré, ugye voltak itt többen is, aztán egy másik asztalt berakjuk, de azt most elvisszük, a székeket is, és ez így fölülről, és itt van ugye egy szoba velem szemben, és még van egy rókán kis, itt lehet látni. dig egy másik szoba. El van készítve az ágy, de most rakunk rá a terítőt, ott, ott a zuhanyzó, arra fele a WC, az is az én képem, az pedig nagykászon meg oda is raktam képet még. És ez a kis kertitovunk, amiben majd hozunk vizet, ott a dézsa, és ez pedig itt a csűr. Na hát, ott meg fönt az erdő, ahol a jó előbb voltam. Na, szeretnétek egy gyönyörű természeti környezetbe, nem csak arra vágytok, hogy megaludjatok, akkor irány a kászonok, Péter, Dóri és Péter, meg a kicsi Levi, gyertek el hozzánk. Ha tetszett ez a filmünk is, és szereted erdét akkor kattints a YouTube csatornánkon itt a csatlakozás gombra, ahol különböző összegekkel támogathatod a munkánkat, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek a filmjeinkben. Köszönjük szépen, Dori és Péter, erdélyi túrák!